Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, múlt hét folyamán viszonylag sok szó esett a termőföld privatizációs tervéről a kormánynak, és napirend előtt szeretnék megemlékezni arról, hogy vajon van-e esélye annak, hogy megmentsük azt, ami még menthető. Megtudtuk az elmúlt időszakban azt, hogy viszonylag gyors tempóban, nagy ütemezéssel pillanatok alatt akarja értékesíteni közel 380 ezer hektár termőföld vagyonát az állam. Megtudtuk azt, hogy ezt semmiben nem különbözik majd attól, ahogy az állam eddig is bánt a köztulajdonnal, egy felelőtlen részrehajló módon gyakorlatilag az érdemi mérlegelés lehetősége nélkül kíván meghozni egy ilyen döntést. És végre Lázár János elmondta az egyetlen és első érdemi érvet emellett a folyamat mellett, hiszen sok butaság és valótlanság volt korábban érvként, és az első érv az volt, hogy úgyis szétlopnák, minek megtartani azt, ami itt van. És ez egy elgondolkoztatásra ad okot, mert részben tiszteletre méltó, hogy Lázár János felvállalja ezt, és kimondja azt, amit az egész társadalom gondol, de ugyanakkor mégiscsak aggasztó, hogy semmi nem változott az elmúlt időszakban, ugyanaz a felfogás működteti a kormányt, amit a megelőző két évtizedben bármikor is működtette a kormányokat. A különbség lefelé most annyi, hogy most már beismerik, hogy ez egy fontos indok. Amikor az LMP azt mondja, hogy van, ami nem eladó, akkor nem pusztán arra gondol, hogy nem szabad lopni, nem szabad a közpénzeket kijátszani, hanem arra is gondol, hogy valóban vannak olyan értékei az államnak, amelyeket nagyon nagy hiba értékesíteni, mert szüksége lehet rá a társadalomnak. És ez azért fontos, hogy erről beszéljünk, mert az állam tulajdonában lévő földeke például azért van szükség, hogy egy olyan világban, amikor a vidék mindig a rövidebbet húzza, és mindig rosszabbak lesznek a körülmények, a közfeladatok ellátásának lehetőségei, akkor legyen kellő erő, egyensúly és eszköz a kormány kezében, amin ezzel változtatni tud. Most jelen pillanatban ezt az eszközt akarja kiadni a kormányzat a kezéből. Az a probléma ezzel a lépéssel, mert így, hogy Lázár János miniszter úr elmondta ennek az indokait, hogy egyben a kormányzásra is egy indikátor jelleggel hat ez a folyamat. Mert gyakorlatilag a kormány felemeli a kezét és azt mondja, nem tudom megakadályozni a lopást, nem tudom megakadályozni, hogy az enyémek ne vigyék haza azt, ami a közösben van, akkor inkább értékesítem, mert és mentem, ami menthető. Tehát lopjuk ki, amit lehet, mert még valaki más lopja ki. És ez a mentalitás, ami ennek az egész ügynek a hátterében van, azért aggasztó, mert a kormányzat elismeri a saját felelősségét ezekben a folyamatokban. És most már látható az, hogy lehet rezsicsökkentést csinálni, úgyhogy közpénzből meg kelljen fizetni az árát, és vidéki munkahelyek sokasága menjen tönkre, lehet benne eredményt. Lehet valamilyen szinten bürokrácia csökkentést csinálni, hogy jogszabályokban átírom a határidőket, és majd meglátjuk, hogy be lehet tartani vagy sem, de a korrupció ellen küzdeni a kormánynak nem lehet. Mert a korrupció maga az a kormányzás, ez a kultúra, amire épül, ez a politikai kultúra, amire az elmúlt 25 év kifejlesztette és szocializálta a kormányokat, és ennek a folyamata ellen nincs küzdelem és nincs eszköz a kormány kezében. Felemeli a kezét a kormányzat és azt mondja, inkább adjuk el, mert még valaki ellopja. Ez az a indoklás, amin el kell gondolkozni a kormányzatnak, hogy vajon szabad-e így kormányozni. Szabad-e úgy kormányozni, hogy elismeri, hogy nem tud küzdeni saját maga emberei ellen, nem tud a saját marka ellen, nem tud a saját tevékenysége ellen küzdeni, és inkább egy olyan eszközt választ, amivel a vidéket hozza nehéz helyzetbe, és lehetetleníti el hosszú távon. A gond azzal van, hogy ez a kormány felemeli a kezét, és elismeri, hogy ez magának a kormányzásnak a természete. Elismeri, hogy ilyen a kormányzás, akár ki van hatalmon. És vajon képes-e kormányozni, tud-e kormányozni egy olyan kormány, aki azzal az alapszocializációval indul, hogy hát lopni azt kell, akár ki is van hatalmon, ez így működik, az a dolgok természete. Szabad-e ilyenre építeni az állami vagyon eladását? Szabad-e ezt indokként használni? És mindig az a kérdés, hogy ezt az eszköz szabad-e egy félfeudális világban megerősíteni a magasztos nagybirtokosokat, bebetonozni őket, azzal a tisztességtelen pályázati rendszerben, amiket megszereztek, és szabad-e hátrányba hozni azokat a vidékieket, akik ideig is alul maradtak a nagybirtokokkal szemben, és azután még inkább alul fognak maradni, mert a kormánynak eszközösen maradt, hogy ebből ezen változtasson. A múlt hét arról szólt, hogy világossá válhatott azokban, akik figyelték az eseményeket, ez a kormány soha nem fogja csökkenteni a korrupciót, mert őszintén azt gondolja, hogy az állami korrupció az hozzátartozik a dolgok normális menetéhez. Elismeri, hogy ez így természetes. A Fidesz szerint az állam az arra jó, hogy meglopja az embereket és meggyőzze őket egy propaganda minisztériummal, hogy ez jó nekik.
Ezért a napirend előtti felszólásomban arra szeretném kérni a kormányzatot, hogy kérem, ne privatizáljanak mindent, ahol korrupciót sejtenek, mert nem marad semmi. Kérem, hagyjanak valamit a következő kormányoknak, hogy tudjanak kormányozni majd. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A kormány nevében Bitay Márton államtitkár úr kíván válaszolni az elhangzottakra. Megadom a szót, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Szerintem érdemes, hogyha őszintén beszélünk egymással, pláne itt a parlament nyilvánossága előtt. Azt szeretném megkérdezni öntől, kedves képviselő úr, hogy jól értem, akkor az ön állítása a következő, hogy a magyar gazdáknál nem jó helyen van a magyar termőföld. Azt akarja nekünk bebizonyítani, hogy az a jó, hogyha az államnál van, sőt, talán még az még jobb lenne, hogyha a külföldiek számára lehetőséget biztosítanánk arra, hogy megvegyék ezt a termőföldet. Hát beszéljünk világosan. Az állam, a kormány arra tesz vállalást, hogy a magyar gazdáknak, a helyben élő földműveseknek felkínálja nyilvános liciten a magyar termőföldekből körülbelül 6%-át ezek szántók. Az LMP feláll és azt mondja, hogy ez nem jó, ez butaság, sokkal jobb lenne, az államnál maradna. De miért, kedves képviselő úr? Miért gondolja azt ön, hogy jobb helyen van az államnál a szántóföldek sorsa, vagy a szántóföldek tulajdona, mint a magángazdáknál, miután egyébként szinte az összes szántóföld így is a magángazdáknál van már? Miért gondolja azt, hogy ha 50 ezer helyrajzi számot a kormány meghirdett nyilvános licitán, és azt mondja, hogy szeretném a családi gazdaságokat támogatni vele, ebből az 50 ezer helyrajzi számból 41 ezer kevesebb, mint 10 hektáros méretű birtoktest, akkor az rossz helyen lenne a gazdáknál. Kedves képviselő úr, ez egy nagyon nevetséges vita, ha szabad így mondanom, hogy a kormány szeretné odaadni a családi gazdaságoknak a termőföldet, azt mondja, hogy ne legyen államosítva, legyen a családi gazdaságoké, és egyébként egy baloldali érzelmű, vagy baloldali érzelmeket is tápláló politikai család meg azt mondja, hogy nem, az lenne a jó, hogyha az államé lenne, és maradna állami tulajdonban. Szerintem ez pont fordítva kellene zajlódni ennek a beszélgetésnek, vagy legalábbis politika történeti szempontból annak lenne értelme, de azt annak keresztbe feküdni, hogy a családi gazdaságoknak nyilvános liciten kívánja a kormány odaadni ezeket a földeket, azt nem értem, hogy ellenzéki képviselőként mi ebben a ráció. Ami pedig az ön által elmondottakat illeti, néhány dologra szeretnék reflektálni. Az, hogy az állami gazdaságok működése jó vagy nem jó, ez önnek szíve joga védeni, hogy azt gondolja, hogy a korábbi években, 2005 előtti időszakban, mert 2005 után már nem voltak állami gazdaságok, azoknak a működését ön jónak vagy rossznak minősíti. De azt állítani, hogy azért szeretné a kormány nyilvános liciten, még egyszer hangsúlyozom, nem privatizáció, nyilvános liciten felajánlani ezeket a földeket, mert bármiféle korrupció lenne ezekkel a földekkel kapcsolatosan, azt nem is értem, ugyanis ezeket a földeket per pillanat a gazdák használják. Tehát ha jól figyelem, akkor önnek a kettes állítása, hogy a gazdák valamilyen korrupciót követnek el ezeken a földeken. De nem értem, hogy egyébként ön miért gondolja ezt, hiszen ezek a földek, ezek most már hosszú évek, sőt vannak olyan földterületek, amelyek évtizedek óta a gazdáknál vannak. Nem világos, hogy ön milyen korrupcióról beszél ennek a kérdésnek a vonatkozásában. És szeretném figyelmébe ajánlani azt az apró tényt is, hogy a gazdák szeretnének vásárolni. Tehát én nagyon örülök, hogyha, pontosabban nem biztos, hogy örülnék neki, de az egy érdekes vita lenne, ha ő megpróbálná meggyőzni a gazdákat, hogy ne akarják ezt tenni. De a gazdákban elemi érdek van arra, hogy megvásárolják ezeket a földeket. Ha megnézi azt, hogy 2014. január 1-e óta több mint 7000 földvásárlási igény jött a Nemzeti Földalapba, közte például az öné is, amikor szeretett volna földet vásárolni. Nagyon helyes, ön is egy helyben lakó földműves, miért ne vehetne, miért ne kérhetne, miért ne igényelhetne földet? Az egy másik kérdés, hogy pont egy helyi védettségi szint alatt lévő föld volt, amit ugye törvény tilt, hogy magántulajdonba adjunk, de most e fölött tekintsünk el. De 7000 földvásárlási igény érkezett. Az azt jelenti, szerintem napnál világosabb, hogy a gazdák szeretnének vásárolni földet. Én pedig azt gondolom, hogy az, hogy nem bérlik ezeket a földeket, hanem megvásárolják, saját tulajdonukba kerül, az mindenképpen javítja az ő versenyképességüket. Nem egy haszonbérleti díjat kell fizetni, nem attól kell rettegni, hogy 5-10 vagy akár 2-3 év múlva lejár a földhasználati jogosultsága, hanem meg tudja magának venni, beruházni fog, öntözőrendszert telepít, meg egyáltalán úgy fogja az egészet kezelni, hogy nyilvánvalóan a családjában, a gyerekeinek örökségképpen fogja hagyni ezt a földet. De ha körbenézünk Nyugat-Európában, megnézzük, hogy milyen
a tulajdonosi szerkezet, akkor világosan látni fogja, hogy szántó területekből egyáltalán nem hemzseg a nyugat-európai államokban az állami tulajdon. Ráadásul pláne nem ilyen kis területekkel. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, a 90%-a ezeknek a földeknek 10 hektár alatti. Summa summarum, kedves képviselő úr, én azt gondolom, hogy feleslegesen támadja azt a programot, ahol a külföldiek földszerzését megakadályozva helyi családi gazdáknak szeretnénk a termőföldet tulajdonba adni, nem ajándékba, hanem nyilvános liciten annak, aki törvényileg megfelel, és a legtöbb pénzt adja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.